Jó reggelt kívánok, köszöntjük Önöket Perési Tamás kollégámmal, ez a napindító, kezdjük műsorunkat. 2023. október 7-én ezen a napon robbant ki ez a közel-keleti konfliktus, ami a mai napig meghatározza Izrael és egyébként többek között Iránnak az életét is. Ugye a Hezbollah indította ezt a támadást. Köszöntjük Önöket, Sonkoti Bálint biztonságpolitikai szakértő a vendégünk ma reggel. Jó reggelt kívánok! Beszéljünk arról, hogy mi is történt pontosan egy évvel ezelőtt. Jó reggelt kívánok! Hát egy nagyon szomorú évfordulóra ébredtünk ma, és egy olyan terrortámadásra emlékezünk ma meg, amelyből nagyon kevés van, tegyük hozzá szerencsé a történelembe. Az, hogy egy terrorszervezetnek 1000 fölötti halálos áldozatot sikerül ejtenie, az egy nagyon ritka esemény, és különösen megdöbbentő volt az a tény, hogy az amúgy egyébként komoly biztonsági intézkedésekkel rendelkező Izraelben történt ez a támadás. Ugye a Hamas által. Hamas támadta a gázai övezetben. Mert közben meg már a Hezbollahhal van egy folyamatos konfliktus. Igen. A Hamas terrorszervezet volt az, amelyik nagyon komoly támadást hajtott végre, és igazából az alapvető problémát az jelentett, hogy erre nem senki sem készült. Tehát egy olyan szintű váratlan támadásról beszélünk, amely ebből a szempontból a méretét és a szervezettségét jelentve páratlan volt, és hát a mai napig tart az összecsapás, amelynek a nyomán robbant ki Izrael, illetve Hamas között. Sok mindenre nem számítottunk talán egy évvel ezelőtt, ahogyan ugye ön is fogalmazott, egyetlen arra sem, hogy ez megtörténhet, ami megtörtént. Ugyanakkor talán arra sem számítottunk, hogy azok közül, a túszok közül, akiket akkor a Hamas foglyul ejtett, azok közül még mindig vannak olyanok, akik vélhetően egy részük életben van, és valóban még mindig túsz a Hamas fogságában, aztán nem biztos, hogy mindenki életben van. Azok közül van, aki visszakerült a családjához, többen életüket vesztették, hogy egyetlen egy év alatt a túszok tekintetében mi történt, azzal lehetett-e kalkulálni, hogy majd hogy zajlanak az ilyen túsztárgyalások, mennyire lesz egyik, mondjuk egyik fél agresszívabb ilyen szempontból, mint a másik, szóval, hogy ezt előre lehetett-e kalkulálni? Hát a támadás után gyakorlatilag az egész helyzet nagyon képlékeinek tűnt, és Benjamin Netanyahu politikai túléléséért sem nagyon adtunk volna, Lukas Garan sem sokan, mégis hatalmon tudott maradni, és a műveletek pedig folytatódnak. Nagyon sok, volt egy túsz csere, emlékezünk rá, hogy a Hamas átadta a női, illetve a fiatalkorú túszokat, úgyhogy most már csak elméletek férfiak maradtak a birtokában. De nagyon fontos azt látni, nem csak a Hamas helyett túszokat, hanem a vele szövetségben álló iszlám dzsihád, sőt egyes hírek szerint a gázai lakosság is mondjuk inkább terroristáknak az, aki elrabolt embereket, akiket látott. Tehát innentől kezdve egy nagyon nehezen átlátható, nagyon nehezen kezelhető folyamatról beszélünk, amiben nyilván a Hamas a legértékesebb ütőkártyához, a túszokhoz minden eszközzel ragaszkodik. Ugye a mai napon, illetve az elmúlt időszakban sokkal inkább tudjuk, hogy a Hezbollah és Izrael között most milyen fajta konfliktusok, milyen fajta támadások vannak. Ugye a Hezbollah indított pár nappal ezelőtt több száz drónnal egy olyan súlyos, illetve balisztikus taktikájával egy olyan súlyos csapást mért Izraelre, amire Izrael folyamatosan nagyon kemény válaszcsapást ad. Mit lehet tudni, hogy mi van most a Hamasszal? Hol tart most egyébként az Izrael-Hamász konfliktus? Igen, a nyelvbotlásom is az okozta, hogy itt azért egy olyan összecsapásról beszélünk, ami bekapcsolódott Irán, bekapcsolódott a Hezbollah, ott a Hamas is, és az utóbbi idő a Hamasszal kapcsolatos gázai övezeti problémák a háttérbe szorultak a Hezbollah, illetve Libanon problémái mellett. Gyakorlatilag vannak arra utaló jelek egyébként, hogy Iránból és Libanon területéről is indultak balisztikus rakéták, sőt a hírek szerint még Jemenből is támadták Izraelt abban az időpontban, amikor az iráni rakétacsapás megindult. Jelenleg azt lehet tudni, hogy földi művelet megindult, határ melletti állásait támadja a Hezbollahnak Izrael, és hírek szerint bizonyos településeket már el is foglalt. Ugye volt egy olyan település, a nevét most nem tud eszembe, amelyikben a mecsetben találtak nagyon mennyiségű robbanóanyagot, azt fel is robbantották a mecsettel együtt. Tehát innentől kezdve megint egy olyan narratíva háborút látunk, amiben elmondhatja az egyik oldal, hogy a szent helyek sem szentek a védőknek, ugye ez az izraeli narratíva nyilván, a másik oldal pedig elmondhatja, hogy a barbár izraelek még mecseteket is robbantanak föl. Tehát itt igazából megint arról van szó, hogy ki kinek akar hinni. Ezek mellett a meggyőződések, hiedelmek mellett az, hogy ténylegesen mi történik, a sajnos másodlagos. Ez a háború, amit látunk, ez mennyiben egyedi? Gondolok itt arra, hogy már a szent helyek sem szentek, akár egy kórház vagy iskola sem, és számos alkalommal kiderült, hogy bár lettek civil áldozatok, nem is kevés a gázai hadműveletben Izrael részéről, viszont nagyon sok esetben az volt valóban, hogy katonai támaszpontok, parancsnoki állások, akár lőszerraktárok voltak iskolák, illetve kórházak alatt, és hogy gyakorlatilag az egyik fél arra használja a civileket, hogy védje a saját
embereit, fegyvereit, stb. Stb. A másik fél pedig mindenután nem tud másként érvényesülni, és sokkal nagyobb emberáldozattal járna, hogy oda menni és személyesen próbálni őket likvidálni. Ezért ilyen eszközökhöz folyamodik, hogy lesznek civil áldozatok is. Ez mennyiben egyedi ez a háború? Hozott-e újat, vagy ezt már megszokhattuk? Alapvető gond ezzel az, hogy elméletileg ezek a helyszínek, tehát az Isten tiszteletnek a helyei, tehát az mondjuk, hogy a klasszikus szentélyek, templomok, mecsetek, zsinagógák, egyebek, azok kivételt kéne képezzenek a háború alól, ugyanúgy iskolák, kórházak, stb. Ugye ezt a nemzetközi jog is szabályozza. De aki nem tartja be nemzetközi jogot, és megint visszaidézni magamat, hogy a nemzetközi jog az csak egy darab papír, ami nem tudják érvényesíteni, onnantól kezdve megint visszajukadunk oda, hogy ki mibe akar hinni. Tehát a gyengébbik fél általában az, amelyik ilyen megoldásokhoz folyamodik, hiszen akinek tüzelő fölénye van, az szinte bármit el tud pusztítani. Ugye ugyanez igaz, gondolunk be, csak az iráni, nem is ez Friday volt, az ukrajnai háborúban is többször előfordul az, hogy olyan területeket, épületeket ér csapás, ami korábban más célokat szolgált. Itt is azt lehet látni, hogy az ukránok igyekeznek elrejteni az orosz tüzelő fölény elől azokat a fontos eszközöket, tárgyakat, embereket, akiket utána ilyen helyekre visznek, és nem lehet azt mutogatni, hogy mégis csapás éri, hogy bizony a barbár oroszok milyen területeket támadtak. Ugyanez igaz Izraelben is, illetve a gázai övezetben is. Tehát innentől kezdve az egésznek a jellege, az mondhatnám úgy, hogy minél inkább megváltozik a világ, annál inkább ugyanolyan marad. Ez így volt régebben is, az összes arab-izraeli háborúban voltak ilyen jellegű események, és sajnos a civilizátok száma mindig is magas volt. Tehát a lakott terület, különösen a palesztin intifáda idején, ha lakott területeken folytatottak a harcok, egyszerűen a lakosnak nincs hova mennie. Ugye nagyon fontos a különbség, hogy például most Libanonban van hova menekülni a lakosságnak. Tehát az ország távolabbi részre el tudnak menni, tehát valószínűleg ott kisebbek lesznek a civilizátoknak az aránya, de ott is magas lesz valószínűleg. Sir Keir Starmer brit miniszterelnök egyébként az egész egyéves évforduló alkalmával nyilatkozott, és ő azt mondta, hogy szerinte semmilyen más életképes rendezése és megoldása nincs ennek a konfliktusnak, mint a kétállami megoldás. Ennek ellenére mi azt látjuk egyébként a közel-keleti konfliktus kapcsán, hogy egyre távolabb kerülünk a megoldásról, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban nagyjából ugyanezt érezzük. Lehet-e valaha kétállami megoldás egyébként ebben a konfliktusban? Normál esetben én magam is ezt a megoldást támogatnám, de ez egy feltétnek teljesülnie kellene, amire viszont a palesztin fél nem hajlandó. Lemondani arról a követeléséről, hogy nem ismeri el Izraelt, sőt, hogy a létjogosultságát is kétségbe vonja. De egy olyan tárgyalási pozícióban nem lehet hova hátrálni. Tehát ha valaki meg akar semmisíteni, mert ez kimondatlanul ezt jelenti, azzal nem fogok tudni megállapodni. Tehát onnantól kezdve, hogy azt az egyébként a nemzetközi megállapodásoknak minden szempontból megfelelő ez döntést nem fogadják el az arab államok is, de értve nagyon sok egyéb arab államot is, hogy Izrael létrejött, onnantól kezdve nem lehet tárgyalni. Tehát én, nekem is volt több palesztin tanítványom, én azt kértem tőlük, hogy én értem, hogy teljesen igazságtalan az ő szempontjuk, ami történik, de az, hogy minket megszálltak az osztrákok, aztán megszálltak a törökök, aztán az osztrákok, aztán a szovjetek, ez is teljesen igazságtalan volt, de nem tudtunk elteni semmit. Tehát ehhez a helyzethez alkalmazkodni kellett. Tehát ez a fajta alkalmazkodásnak, mint túlélési módszert, annak a hiányát rovom föl, és ez ténylegesen fölrovom a palesztin vezetőknek. Én nem vitatom azt, hogy az ő álláspontjuknak is van valóságtartom, hogy mennyi arról ugye nagyon sokat lehet vitatkozni. De amíg ez a tény nem változik meg, hogy nem hajlandó a palesztin vezetés egyik ága sem elismerni Izrael létét, addig nagyon nehéz lesz ezen változtatni. Izrael megítélése hogyan alakult az elmúlt egy évet, hogyha nézzük? Ugye ön is említette például azt, hogy Benjamin Netanyahu nagy túlélő, és majd foglalkozunk külön az ő esetével is, de hogy egyáltalán az, hogy itt rengeteg a civil áldozat, többen népirtásról beszéltek akár az ENSZ-ben, vezetőhatalmak vezetői, és persze az Egyesült Államok és még jó néhány ország folyamatosan kiáll Izrael mellett és támogatja is őket, de nagyon-nagyon megosztott a világ ilyen szempontból, hogy hogyan állnak ez a konfliktushoz. Ha megítélését nézzük, akkor hogyan alakult ebben az elmúlt egy évben? Sokat romlott, tegyük hozzá, tehát mondjuk ki őszintén. Ugye ez is egy olyan dolog, amit megint csak a narratíva háborúnak tudok felróni, ugyanis az utóbbi időben a globalista baloldal számára Izrael egyfajta olyan imperialista hatalommá vált, mint amilyet mindig is támadtak a nyugati országok esetében, és innentől kezdve, hogy ők magukévá tették azt a fajta korábban a kommunista rendszer által, a Szovjetunió és a csatlós államok, illetve az arab világ által vallott nézőpontot, ez egy gyarmati hódítás eredményeképpen jött létre, innentől kezdve ez a nézőpont most már a nyugati fősodorba is belekerült, ami megdöbbentő szerintem. Tehát egész egyszerűen, ha elfogadjuk azt, hogy az ENSZ azért jött létre, hogy a világrendet többet ne háborúk és agresszív akciók határozzák meg, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy egy ENSZ döntése létre.
miért Izrael? Tehát, hogyha meg nem fogadjuk el az egészet, akkor meg mi nem utasítjuk el az ENSZ-et magát is. Tehát itt van egy alapvető súlyos probléma ebbe a gondolkodásba, és az, hogy ez a nyugati fősodorba belekerülhetett, ez egy nagyon komoly változást jelent. Hogy állnak egyébként úgy általában a nyugati országok az egy évvel ezelőtti állapothoz képest? Tehát most mennyire vesznek ebbe részt, mennyire próbálnak ebbe a közel-keleti konfliktusba segíteni, akár Izraelnek, akár természetesen mondjuk Iránnak, milyen országok, és ki az, aki meghátrált ebben a támogatásban? A háború, tehát a terrortámadás után volt egy rövid együttérzési periódus, amelyben mindenki, tegyük hozzá, nem is nagyon tehetett mást, kinyilvánhatta az együttérzését, de nem sokkal utána nagyon hamar felszínre törtek ezek az ideológiai törésvonalak, és például a brit kormányzatnak a jelentős változását a kormányváltás jelenti, ugye arról is volt szó, hogy alkalmattán nagybritannia megszakítja a katonai együttműködést Izraellel pont a már felsorolt indokok miatt, ugye ehhez képest Rishi Sunaknak a kormányzata maximálisan támogatta Izraelt ebben a konfliktusban. Tehát itt az a folyamat látszik a szemünk látára, ahogy a korábbi, mondjuk így geopolitikai és egyéb racionálatásokat fokozatosan átveszik azok az ilyen sokszor már agyament egyébként szélsőséges politikai ideológiák, amelyek egyre inkább eluralják a nyugatot. Ez nagyon súlyos problémát fog jelenteni, nem, talán nem annyira Izraelnek, mert amikor az Egyesült Államok maximálisan támogatja, addig katonai veszélyt ez nem jelent rá, viszont az az elszigetelődés, amivel ez járhat, az, hogy mondjuk Németországban esetleg hatalomra került egy ilyen irányzat, mert már ott is volt erről szó, Franciaországban, Nagy-Britanniában, az azért egy komoly csapás lehet általában a nemzetközi helyzetére Izraelnek. Nem csak a britek számítanak ilyen szempontból, hanem pont most beszélt a napokban Emmanuel Macron francia elnök is arról, hogy meg kell szüntetni azokat a fegyverszállítmányokat, amelyeket Izrael kap és a gázi övezetben próbál meg használni, hiszen ez elősegíthetné a politikai rendezést, erről beszélt ő. Aztán persze Benjamin Netanyahu reagált erre a miniszterelnök, hogy ahogyan ugye Irán támogatja az iráni terrortengének részét, ugyanúgy várja el Izrael a barátaitól is a támogatást, és nem pedig azt, hogy korlátozásokkal sújtsák, amelyek csak az iráni gonosz tengelyét erősítik. Szóval lehet látni itt más hangokat is, és akkor itt meg is érkeznék Benjamin Netanyahuhoz. Ön úgy fogalmazott, hogy nagy túlélő. Tehát ugye az első napokban mindenki azt találgatta, ahogyan kezdtük ezt a beszélgetést, hogy egyetlen ez hogy történhetett meg, hogy Izraelt megtámadták méghozzá ilyen mértékben. Felelősségre vonás. Ilyenkor mindig felmerül annak a lehetőség, hogy ez kinek a hibája volt, és hogy előbb-utóbb ebbe bele szoktak bukni vezetők. Ugyanakkor persze még tart a háború, tehát lehet, hogy ez az elszámoltatás vagy végiggondolása az eseményeknek még várat magára, de minden esetre ahonnan indult Benjamin Netanyahu, és akár az ő otthoni megítélése, vagy a világban a megítélése, nagy utat járt bő is az elmúlt egy évben. Miért? Az abszolút teljes mértékben biztos, hogy gondoljunk csak bele abba, hogy véleményem szerint a Hamas támadásnak az egyik kiváltó oka az a demokrata irányultság volt, az a demokrata amerikai demokrata párti lépéssorozat volt, amit elkezdtek megbuktatni. Tehát lényegében azok a tömegtüntetések, több százezres tüntetések, gondoljunk bele Magyarországhoz hasonló méretű lakossága van Izraelnek. Egy ilyen országban egy több százezres tüntetés az óriásinak számít. És nem egy alkalommal, és nem egy nagyvárosban voltak több százezer vagy százezres nagyságú tüntetések Netanyahu ellen, ami szerintem egy olyan mély politikai megosztottságot mutatott a zsidó államban, amely az egyik kiváltóka volt annak, hogy a Hamas ott és akkor támadni mert. Na most innentől kezdve az a folyamat, amiben sikerült egy nemzeti egységkormányt alakítani, amire emlékeim szerint most már azért fölbomlott, mert kilépett belőle az egyik baloldali politikus, de az első időszakban az, hogy a gyakorlatilag fölmérte a józanul gondolkodó része az izraeli baloldalnak is, hogy itt most egy olyan vészhelyzet van, amiben nem a felelőst kell keresni, meg kell oldani a problémát, az mindenképpen segítette Netanyahu túlélését. Ugye ő mindig is egy nagyon-nagyon karakánul fogalmazó, kemény politikus volt, úgyhogy igazából nem volt meglepett, és abból a szempontból sikerült ezt megoldani, ezt a problémát, hiszen egy olyan koalíciót hozott létre a választás győzteseként, amely senki se tartott elképzelhetőnek korábban. Tehát itt azért nagyon-nagyon komoly gyakorlata van a pengélyen való táncolásban. Én inkább azt látom, hogy a demokrata kormányzat inkább elfogadta azt a tényt, hogy most nem tud mit csinálni Netanyahuval. Egyébként, ha Netanyahu tényleg összeakasztja a bajszot a következő egy hónapban Iránnal, akkor ő fogja megmutatni a demokratákat, hogy visszaadja mondjuk így a kölcsönt. Tehát ebből a szempontból egy nagyon érdekes szituációt láthatunk kibontakozni. Az biztos, hogy, és most már egyre biztosabb vagyok, minél többet beszélek erről, hogy Benjamin Netanyahu a politikai örökségét igyekszik előkészíteni, hogy utalt ő maga is arra, hogy azért a végtelenségig nem akarja ezt csinálni. Tehát azzal, hogy a Hamaszt
évekre lerendezte, és ezt már készítékként kezelhetjük. Az, hogy a Hezbollah képességét súlyosan megyengített, és hogyha befejezedik a szárazföldi művelet, akkor a Hezbollah katonai képességei is rendkívül meggyengültek. Illetve, hogyha Iránt is sikerül olyan szinten háttérbe szorítani, hogy ne tudja fenyegetni Izraelt, akkor egy nagyon komoly eredménnyel vonulhat nyugállományba. Benjamin Netanyahu egyébként megítélésein azt gondolom, hogy az is egy nagy utat járt be az elmúlt egy évben. Volt olyan időszak, hogy abszolút nem támogatta az izraeli lakosság, ehhez képest most már azért egy nagyobb támogatottságnak örvend. Milyen az ő megítélése ma Izraelen belül? Alapvetően azt érdemes vele kapcsolatban felidézni, hogy ő mindig is egy megosztóbb személyiség volt. Tehát a fellépése, a határozottság, hogy ne felejtsük el, hogy a testvére az entebei túlszejtés egyetlen izraeli áldozata volt, hogy az izraeli hadseregben mai napig divat az, hogy a parancsnokok előről vezetik az alakulatot, és hogy egy ejtőernyős ezredesként ő ment elől, amikor ez a kommandós akció lezajlott, és őt érte halálos lövés. Úgyhogy ez már meghatározta az ő karrierjét. Utána a mai napig egyébként én magam is az ő általa megfogalmazott terrorizmus definíciót használom. Tehát ő egy elejétől kezdve egy ilyen nagyon kemény, nézzük csak rá, hogy néz ki, egy ilyen nagyon szikár, nagyon, nagyon határozottan beszélő valakit látunk, ugye volt ott Ariel Sharonnak éppen egy zseniális katona volt, de hát a 120 kilós testsúlya mellett a 150 centihez azért kicsit volt egyfajta ilyen nagypapa benyomása, pedig ő is kőkemény valaki volt egyébként, vagy ott volt Ehud Barak, akinek volt egy ilyen joviális középkorú férfi megjelenése, ehhez képest Benjamin Netanyahu mindig is egy ilyen kemény figura volt, és ennek megfelelően egy ilyen háborúban álló országban, mint Izrael, az ő vezetését is, ha nagyon sokan nem is szeretik egyébként, de elfogadják, mert mindig fölmerül az a kérdés, hogyha nem ő lenne, akkor ki lenne és mit csinálna. És ebből a szempontból az izraeli elrettentésnek a helyreállítása az létfontosságú, hogy egy ilyen támadás ne jusson eszébe senkinek legközelebbi 10-20 évben. Ugye úgy fogalmazott, hogy a Hamászt, a Hezbollahot alaposan meggyengítette. Hogyha most megnézzük Irán helyzetét, ugye Irán megpróbált, ha nem is teljesen kibékülni, de mindenféleképpen megpróbálta enyhíteni a helyzetet a nyugattal, az Egyesült Államokkal, illetve Nyugat-Európával, az Európai Unióval. Ugyanakkor most az, ami történt az elmúlt időszakban, és arra ugye reagálnia kellett Iránnak, ahogyan erről már beszéltünk a legutóbbi adásban, és reagált is, amire aztán most majd megint Izrael szeretne válaszcsapást mérni, akkor kapott-e egy gellert ez a folyamat, ez az enyhülési folyamat, és ezáltal valóban Irán megint visszakerült abba a pozícióba, amiben az elmúlt években volt, akár jöhetnek újabb szankciók vele szemben. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, az iráni társadalomnak lassan kezd elege lenni abból, ami van. Tehát tegyük hozzá, hogy az iráni társadalom jelentős része fiatal, tehát emlékeim szerint a 40% körül van a 25 éveseknek az aránya, ami azt jelenti, hogy nem is emlékeznek arra, mi volt a sakk alatt. Tehát azok az iszonyatos sérelmek, hogy a sakknak a titkosszolgálta a szavak, az a KGB-hez és a Gestapo-hoz hasonló rémuralmat vezetett be, amit azért nagyon rosszul viselt az iráni társadalom. Tehát már nem emlékeznek arra, hogy mi volt. Tehát mostanra már az iráni lakosság jelentős részének az emlékei a sakk utáni időszakról vannak. És bizony azért ahhoz képest, hogy mondjuk 79-ig nagyon sok villa épült, annak a tetőteraszán most használhatatlan, mert betiltott medence valamit, hogy nem romboltak le, de attól még ott van. Tehát nagyon sok olyan emléke van annak, hogy itt valamikor volt egy viszonylagos vagy akár tényleges jólét is. És ehhez képest azért az ajatollahoknak az uralma is sokkal szűkebb, zártabb, keményebb uralmat jelent, mint az, amit az lakosság jelentősen elképzelnek, akinek már nincs emléke arról, hogy mi volt előtte. Tehát innentől kezdve van egy nagyon komoly feszültség az iráni társadalomban, és ezt igyekeznek mondjuk így ilyen típusú lépésekkel az iráni geopolitikai befolyást, az iráni nagysággal ellensúlyozni, mondjuk a teokrácia vezetése. Na most innentől kezdve viszont egy komolyabb gazdasági megrázkódtatás azért megingathatja az uralmukat is, hogy erre utal több olyan kijelentés, ami az izraeli vezetés szájából is elhangzott, hogy lehet, hogy nem a nukleáris létesítményeket kéne támadni, mert hogy pont a mai nap jöttek hírek egyébként, hogy lehet, hogy Irán föld alatti atomrobbantást hajtott végre. Viszont ha az olajlétesítményeket támadják, az a gazdaságilag tudják megingatni a teokráciát, és ezzel egy hosszabb távú célhoz hozzájárult Izrael. Mennyire reális az a teória, így az első részünk végén, hogy Irán atombombája lehet a következő lépés a közel-keleti eszkalációban? A hírek szerint Iránnak már vannak atomfegyverei, és pontosan mennyi azt nem lehet tudni, de már nyár óta beszélnek arról, hogy átlépték azt a küszöböt, hogy annyi hasadóanyaggal rendelkeznek, fegyverzeti szintig dúsított hasadóanyaggal, hogy atomfegyvereket tudnak összeállítani belőle. Ugye nagyon fontos, hogy három dolog kell egy ilyen fegyverhez, kell egy mennyiség, megfelelő mennyiségű hasadóanyag, kell a tudás, hogy kell a láncreakciót beindítani, és kell egy hordozóeszköz. Na most a tudás megvan, hiszen Iránnak volt atomprogramja, és gyakorlatilag ez a folyamat ez már megtörtént, vagy lezajlott. Ugye a hordozó
eszközei vannak, hiszen vannak balisztikus rakétái, és mostanra van általában elég hasadó anyaga is. Tehát innentől kezdve a kérdés az, hogy mennyi van belőle. Most 3-4 atombomba az igazából olyan, mintha nem is lenne, mert azt nem lehet használni ilyen szempontból. Tehát ez az atomrobbantás is inkább egy ilyen jelzés arra utalva, ha igaz, tegyük hozzá, hogy már eljutott arra a szintre, ahonnan már nem érdemes nagyon komolyan megpróbálni kívülről megingatni. Ez a közeli napoknak, a közeli heteknek a kérdése lesz, hogy valóban atomhatalommá vált Irán vagy sem. Van még egy percünk ebből a részből. Egy év múlva is arról fogunk még beszélni, hogy akkor már 2 éve tart ez a háború. Újabb frontokat nyitva adott esetben ebben a régióban, vagy akkor már talán, ha nem is azt mondom, hogy tartós béke, de legalábbis fegyverszünet és fegyvernyugalom lesz majd. Én nagyon bízom benne, hogy nem, és megmondom, hogy meglepett az, hogy a Hamas ennyi ideig harcolhat Izrael ellen, tehát itt valamilyen politikai háttérmozgásokat látok, mert katonailag nem indokolható, hogy ennyire elhúzódik. Hezbollah irányába sem hiszem azt, hogy nem gondolom azt, hogy egy évig eltartan ez a folyamat, de annyi minden történt már meglepetés, hogy bármi előfordulhat. Sonko Tibáninak most köszönjük szépen. Természetesen a szünet után folytatjuk az orosz-ukrán konfliktussal, tartsanak velünk. Folytatjuk Napindító című műsorunkat Perési Tamással és Sonko Tibálin biztonságpolitikai szakértővel, és jöjjön most akkor az orosz-ukrán háború különböző fejleményeinek az elemzése. Szombat éjjel egy drón támadta meg a moszkvai felsőbb fegyverzeti katonai parancsnoki iskolát. Azért hozom fel ezt a példát, mert nagyon sokat beszélünk arról, hogy mi lesz akkor, hogyha egyszer Moszkvában robbantanak. Most akkor eljött a pillanat, hogy Moszkvában robbantottak. Milyen következménye lehet ennek? Hát szerintem előbb-utóbb felelősségre fogják vonni a légvédelmet, ugyanis már volt közel egy évvel ezelőtt emlékeim szerint, amikor a Kreml érte dróntámadás. Tehát ezeknek a támadásnak elsősorban belső következmény kell, hogy legyenek, hiszen külső kár azért relatív jelentéktelen, de maga a tény, hogy ez megtörténhetett, az egy olyan fokú, mondjuk így reakciót kell, hogy kiváltson az orosz vezetésből, amely elsősorban befelé irányul. Ezek a támadások inkább presztízsveszteséget okoznak, mint tényleges katonai kárt, és nincs 100%-os rendszer. Tehát egy háborúban ilyen dolgok elő szoktak fordulni, de előbb-utóbb érdemes elgondolkodni azon, hogy lehet az, hogy ilyen jelentős távolságot, több száz kilométerről beszélünk, Ukrajna ki tudja terjeszteni a hatótávolságát, meg tudja támadni az orosz célpontokat. És hogyha megkapja az engedélyt arra, hogy használjon olyan fegyvereket, nyugati fegyvereket orosz területek ellen, amelyek nagy hatótávolságok, akkor még inkább megváltozhat a helyzet. Egyelőre erre még nem kapta meg. Jön majd Rammsteinben egy találkozó, ott lesz megint mindenki, aki számít, és ott nyilvánvalóan ez újra szóba kerül, ott lesz majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is, aki minimum kérni fogja ezt. Ebben a kérdésben látható-e bármilyen enyhülés akár a nyugati országok részéről? Itt is azért volt vita a britek, az amerikaiak, a németek között, de ön hogy látja ezt a kérdéskört? Lehet-e változás, ami akár az egész háborút megváltoztathatja? Ebben a háborúban bármi előfordulhat, tehát azt állítani, hogy valami nem következhet be, az egyértelmű túlzás lenne, viszont én nem számítok rá. Elmondom, hogy miért. Nyilván nem véletlenül Zelenszky elnök a Rammstein találkozó előtt járt az Egyesült Államokban, és ott nem kapott megerősítést ezzel kapcsolatban, sőt, ugye utólag a távozása után olyan cikkek jelentek meg a sajtóban, amely arról szóltak, hogy az ukrán fél nem mutatott megfelelő mennyiségű rugalmasságot a háború lezárására irányuló törekvésekben. És itt kapcsolódik be egyébként az általam eddig rendszeresen elkerült belpolitika, magyar belpolitikához a kérdés, ugyanis fölmerül a kellemetlen felvetés, hogy az Amerikai Egyesületnek mi a célja az orosz-ukrán háborúval. Tehát, mint Ukrajna fő támogatója, mi volt a cél? Az ukránok számára egyértelműen túlélésért folytatott küzdelmet látunk, de az amerikai vezetés, mintha már inkább szeretne kihátrálni ebből az egészből, és hogy az, hogy egy sajtóba üzennek a szövetségesüknek, hogy nem beszélt arról, hogy hogyan lehet lezárni a küzdelmet, az azt mutatja, hogy nem áll szándékukba eszkalálni ezt a konfliktust ezeknek az eszközöknek a engedélyezésével. Különösen úgy, hogy Oroszország egy elég egyértelmű üzenetet küldött azzal, hogy a nukleáris doktrinát is megváltoztatta ezen a területen. Tehát azért, ha valamit a világ egyetlen egy vezetője sem szeretne, az egy atomháború. Mert ezt nem lehet megnyerni, és elpusztul a világ. Tehát ez egy olyan dolog, amiről kell beszélni, ki azt mondja, hogy nem kell beszélni, az szándékosan kockáztat egy ilyen küzdelmet, hogy gondolkozzon el, nagyon kérném rá. Tehát innentől kezdve a legrosszabb, és ez is előfordulhat, hogy én úgy gondolom, hogy nem fog Zelenszky elnök erre felhatalmazást kapni, de ahogy említettem, már látunk meglepetéseket. Lehetséges, hogy már csak azért sem kaphat erre felhatalmazást most ezen a Rammsteini találkozón, mert az amerikai elnökválasztás nem egészen egy hónap múlva le fog zajlani, és hogy amennyiben itt most egy Donald Trump-féle kormányzás jön, akkor valószínűleg egy teljesen másfajta háborús hozzáállás jöhet itt a nyugat részéről?
Ez is teljes mértékben így van. Bár mondjuk a nyugati, esetben a nyugat-európai államoknak a lépései arra irányulnak, hogy egy USA nélküli NATO-t próbálnak létrehozni valamilyen szinten, amit tegyük hozzá önmagában is nevetséges, hiszen a NATO-nak az erejét azok a hadászati képességei adják, a stratégiai képességei, a felderítés, a hírszerzés, a stratégiai szállítóképesség, a csapásmérés, stb. Ezeknek a 85-95% amerikai kézben van. Tehát, hogy ezeket kivonjuk a NATO-ból, akkor nem marad más, csak egy pár harckocsi hadosztály gyakorlatilag, ami azért önmagában nem egy akkora tényező, hogyha globális szinten nézzük. Tehát emiatt úgy gondolom, hogy nem várható jelentős elmozdulás, amíg az elnökválasztás nem történik meg, de megint csak azt kell mondjam, hogy láttunk már meglepetést, hogy lehet olyan helyzetet előállítani, amelyben valamit lépni kell az USA-nak is. Ha ezt vizsgáljuk, ezt a kérdéskört, és hogy az Egyesült Államokból egyelőre a demokraták hogyan álltak ehhez, illetve Donald Trump miket mondott, és nézzük Volodymyr Zelenszkij jelenlegi elnök helyzetét Ukrajnában, akkor abban, hogy ő nem enged abból, hogy mindent vissza a 91-es határok, Krím tényleg, tehát hogy gyakorlatilag egyáltalán nem mutat hajlandóságot arra, hogy bármilyen szinten közeledjen Vlagyimir Putyin orosz elnök álláspontjához, aki pedig megmondta, hogy ez a négy megye soha nem lehet NATO tag, Ukrajna, stb. Stb. Jövőben elképzelhető egyáltalán az, hogy Zelenszkijt bárki rákényszeríti, akár ha a jelenlegi vezetés marad Amerikából az, akár Trump, hogy mégiscsak engedjen, vagy már egy Zelenszkij nélküli utáni Ukrajna lehet az, amelyik megállapodik akár Oroszországgal? Az a választás, amely a Zelenszkij elnök hatalomba került, azok teljesen szabályos választások voltak, tehát innentől kezdve egy demokratikusan megválasztott elnökről beszélünk. Ebből kifolyólag én nem szeretek azzal kapcsolatban spekulálni, hogy az ő élete, az ő személyi biztonsága milyen veszélybe lehet, mert egész egyszerűen felháborít, hogy egy olyan világ jön vissza, és már vissza is jött, amelyikben egy ország szabadon megválasztott elnökét fenyegethetnek, akár belülről, akár kívülről. Ez egy, sokszor nem értek vele egyet, egyébként meglepő területeken egyébként egyetértünk, de maga a tény engem, megmondom, aztán felháborít. Tehát én azt mondom, és most itt vállalom, hogy elfogult a véleményem, hogy Zelenszkij elnök szabad, nem teljesen szabad akaratába cselekszik, hiszen vannak szövetségesi elvárások az irányába, de alapvetően a saját jól felfogott érdekében, az országa érdekében cselekszik, és ebben előbb-utóbb benne kell, hogy legyen az is, hogy valamikor kompromisszumot kell kötni. Mert a kompromisszumnak az alternatíva teljes megsemmisülés. Tehát nem hiszem, hogy az országáért aggódó vezetőként, az országa érdekeit előtérbe helyező vezetőként ő neki az lenne a célja, hogy megsemmisüljön Ukrajna. Ezt teljesen kizárólag tartom. Nyilván az észszerűség határaig el kell menni és harcolni kell, hogy számtalanul Magyarország is megtette, de aztán eljön az a pont, amikor föl kell ismerni azt, hogy eljött a vége a történet, és valami megállapodásra kell törekedni. Még egy zárójeles megjegyzés, nem értem ezt a 91-es határokhoz való ragaszkodást, mert emlékeim szerint határkiigazítás pláne erőszakos 2014-ben történt, nem 91 és 2014 között. Így, hogyha már beszélünk Volodymyr Zelenszkijnek a lépéseiről, a logikájáról, természetesen valóban egy teljesen őrültség lenne az ő részéről kierőszakolni, mondjuk Oroszország részéről azt, hogy már pedig akkor is kényszerítve, de tegyék le a fegyvert, és legyen az, amit Ukrajna szeretne. Már csak azért sem, mert Oroszország folyamatosan duzzasztja a hadseregét. Az utóbbi időben egyre több hír merült fel. Most az utóbbi legfrissebb hír az, hogy több mint 200 ezer fővel növeli a katonai állományát. Mi a helyzet a kijevi, a katonai vezetéssel? Mi most ott a helyzet? Kaotikus hírek röppentek fel az utóbbi időben. Igen, a Kijevből érkező híreket mindig az embernek egy nagy adag kétkedése kell fogadnia, mert Kirill Budanov távozásáról is, vagy menesztéséről, vagy lemondásáról, vagy meneküléséről, neki mást mond, már hetek óta érkeznek hírek. Aztán utána a Zelenszkij elnöknek azért voltak megdöbentő személyi döntési, hogy a Zaluzsnyijjal kapcsolatos problémáiról is cikkeztek hónapokon keresztül, azt utána egyszer csak Zaluzsnyinak le kellett mondania. Tehát ezek a hírek, vannak arra utaló hírek, hogy egyébként Umerov védelmi miniszterrel, sőt Szirszkij vezérkari főnökkel kapcsolatban is vannak problémái a politikai vezetésnek, ezeket nem tudjuk megítélni innen kívülről. Tehát titkosszolgálati jelentések hiába, hál' Istennek nem jutok hozzájuk, úgyhogy nem tudok lebukni azzal, hogy titkos információkkal dolgozok, és nem tudok problémákat okozni saját magamnak és másoknak. Kívülről nyílt információkról nem lehet megmondani, hogy mi a valóság tartom ezeknek a híreknek, de ha sokszor fölreppen és nem érkezik rá határos és hivatalos cáfolat, akkor az emberbe elkerülhetetlenül megerősödik az az érzés, hogy itt azért valami folyamatban van a háttérben. Viszont az, hogyha nemrégiben történt jelentős kormányátalakítás után még a teljes katonai vezetés is lefejezik, az azért mindenképpen rossz hír az ukrán lakosság és az ukrán honvédőháború szempontjából, mert azt jelenti, hogy nem állnak nagyon jól, sőt, kifejezetten rosszul állnak.
És ha már itt tartunk, akkor még egy pillanatra hozzuk ide Valerij Zaluzsnyit, már csak amiatt is, mert most megszólalt ő is, aki azóta londoni nagykövet lett, és a mozgósítási korhatár csökkentéséről van szó Ukrajnában, hogy lejjebb vinnék ezt a korhatárt, ugye, és most már érinteti akár a 18-25 éves korosztályt is. És ő megszólalt, hogy na, ez az a korosztály, amit a lehető legjobban meg kellene védeni, idézem őt, mert hogy amikor én főparancsnok voltam, azért is tiltakoztam mindig ez ellen, hogy a mobilizáció a 25 év alattiakra is vonatkozom, mert Ukrajnára 20 és 30 év múlva is szükségünk van, ezek teljesen más emberek, akik meg fogják menteni majd ezt az országot. Ha ezt nézzük, hogy most azért egy olyan kérdésben szólalt meg, amelyben azért mindenféleképpen adnak az ő véleményére is, akkor megfigyelhető egy olyan tendencia, amiről beszéltünk régebben, hogy akár ő még majd lehet, hogy visszatér akármilyen úton, módon Ukrajnába. Igen, ez a kijelentés ennek a fényében értem ez, de elsősorban, ugyanis amikor főparancsnok volt, vezérkari főnök volt, akkor ő állandóan további élerőt követelt. És biztos, hogy valamit mondott, hiszen teljes biztonsága nem állíthatna egy ilyen kijelentést, nem tehetne egy ilyen kijelentést, hogyha mondott volna korábban teljesen ellenkező értelmű dolgokat, de az is biztos, hogy főparancsnokként ezt a döntést nem ellenezte volna. Egyébként tegyük hozzá, hogy igaza van. Tehát itt megint arról beszélünk, amit az előbb is szót kerítettünk, hogy meddig érdemes folytatni egy harcot, és ezt már évek óta mondom, tehát gyakorlatilag már legalább másfél éve mondom az ukrán háborúval kapcsolatban, hogy kell harcolni a szabadságunkért, mindig mindent meg kell tenni, és megint üzenek egy kicsit belföldre is. De aztán eljön az a pont, amikor mindenkinek föl kell ismerni, hogy eddig és nem tovább. És most már, ha az ukrán vezetés, az ukrán politikai élet egyre több tagja mondja azt, hogy a 18-25 éves korhatár behívása az a pont, amit Ukrán nem engedhet meg magának, akkor szerintem kéne hallgatni rájuk. Ha itt nézzük ezt a kérdéskört, akkor ugye érdemes azt is megnézni, hogy Oroszországban és Ukrajnában hogy áll jelen pillanatban a társadalom ez a konfliktushoz. Mert tekintve, hogy most azért olyanokról van szó, akiket érinthet akár a korhatár csökkentése, a társadalmi támogatottsága az változik-e, csökkene például ennek a háborúnak, többen mennének-e bele akár abba a kompromisszumba, hogy területeket adjanak föl, vannak már ilyen kimutatások egyébként Ukrajnából, és aztán persze vizsgáljuk meg a másik oldalt is, hogy Oroszországban bármilyen szinten változott a társadalom hozzáállása ez a háborúhoz. Az ukrán részről azért nagyon érdekes ez a folyamat, és ezt én magam is többször elmondtam, és többször beszéltem róla, hogy az ukrán nemzettudat most alakul ki. Ugye eddig Ukrajna és az ukránok általában egy orosz, mondjuk egy orosz csoportnak tartották magukat, és most definiálják magukat egy nyugathoz tartozó államként, aminek vannak olyan jelei, amiben egyértelműen most látszik az, hogy most alakul ki, és akkor kicsit mondjuk ilyen elvontan fogalmazok, hogy most alakul ki az az ukrajna kép, ami az emberek szívébe lesz égetve. Most ennek az ukránnak hol húzódnak a határai, az egy nagyon nagy kérdés. Tehát itt azt a, sajnálatosan azt az utódállamokra jellemző, nagyon merev álláspontot látjuk a jelenlegi ukrán vezetésben, illetve az ukrán közvéleményben kialakulni, hogy ahol a mostani határok vannak, az volt mindig Ukrajna határa. Ez nem veszi figyelembe azt, hogy Kárpátalja ezer évig Magyarországhoz tartozott, nem veszi figyelembe azt, hogy a Krímfélsziget igazából sose tartozott Ukrajnához az elmúlt 60 évet kivéve, nem veszi figyelembe, hogy gyakorlatilag a Nyeperig azért jelentős mennyiségű orosz etnikum és orosz ajkú lakosság él, aki még nem szörnyű ukrán szeretne lenni, és nagyon sok minden más nem vesz figyelembe, és ezeket láthatjuk a kisebbségek elleni durva fellépéseknek a képében. Ugye tegyük hozzá, ezt láttuk és látjuk is mai napig Romániában és Szlovákiában is például. Tehát innentől kezdve van egy nagyon érdekes folyamat, amiben a társadalom egy ilyen nagyon furcsa, tényleg átalakuló helyzetben kell, hogy meghatározza saját magát. Én nem tudom megmondani, hogy ez hogy fog véget érni. Azt látom, hogy az ukrán társadalom óriási áldozatokat vállal, hogy ez a küzdelem folytatódhasson. Ami az oroszokat illeti, ott egyszerűbb a képet egyébként, mert az a háború összekötődik Vlagyimir Putyin nevével, és szerintem kimutatható az összefüggés Putyin támogatása és a háború támogatása között. Miután túl nagy terhet eddig nem rótt a társadalomra, a központi költségvetése igen, de a társadalomra nem rótt ez a háború, és akármilyen tragikus, de egy 145 milliós országban az a pár tízezer ember, aki meghalt, vagy akár 100 000 ember, aki meghalt, meg egy hasonló mennyiségű ember, aki életére végig súlyos sérülés szenvedett, az nem egy akkora tömeg. És az ő számukra ez a háború most egyfajta erőpróba, és emiatt nem látszik az a megingás, ami egyébként a háborút lezárhatná orosz részről. Köszönjük szépen Sonkoti Bálintnak ismét. Most megint egy pár perc szünetet tartunk, de folytatjuk műsorunkat. Sonkoti Bálint még egy pár perc erejéig itt lesz velünk, és Dunda Györgyhöz is kikapcsolunk Kárpátaljára. Tartsanak velünk! Folytatjuk műsorunkat, ez itt továbbra is a napindító, és továbbra is az orosz-ukrán konfliktust elemezzük Sonkoti Bálinttal.
Robert Fico arról beszélt szlovák miniszterelnök, hogy amíg én vagyok, idézem őt, a szlovák köztársaság miniszterelnöke, addig a képviselőket, akiket pártelnökként politikai ellenőrzés alatt tartok, arra fogom vezetni, hogy soha ne járuljanak hozzá Ukrajna NATO tagságához. Mert ez egy vörös vonal a háború elejétől kezdve, hogyha NATO tag lenne Ukrajna, akkor Oroszország ezt nem hagyhatja egyáltalán, hogy ez bekövetkezzen. Mark Rutte új NATO főtitkár Kijevbe járt, találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, és az ukrán elnök megint csak kérte, hogy segítsen be a légvédelembe a NATO Ukrajnának, mert hogyha Izraelnek besegít akár az Egyesült Államok, mint ahogy láttuk besegített, vagy éppen Nagy-Britannia, akkor miért ne tehetnék meg ezt a szomszédos országok, a NATO tagországok Ukrajnának is? Kitérő választ adott Mark Rutte, tulajdonképpen mellé beszélt, vagy erről nem beszélt, amikor elmondta a saját maga mondandóját a sajtótájékoztatón a találkozót követően. Hogy áll ez a NATO-tagság kérdésköre? Van olyan szituáció, amelyikben akár Oroszország is azt mondhatja, hogyha tovább tolódott előre a frontvonal Kijev irányába, és mondjuk van egy olyan pufferzóna, azután már majd nem mindegy, hogy Ukrajna az NATO-tag lesz-e vagy sem. Állhat-e így ehhez a kérdéshez Oroszország, illetve a légvédelemre térjünk még, hogy besegíthet-e akár Lengyelország a légvédelembe, és az hova vezethetne? Apósomnak Isten nyugosztalja, volt egy jó mondása, hogy sose kér olyat, amit kellemetlen másnak visszautasítani. Na most ez a diplomáciában, különösen az ukrán diplomáciában nincs így. Zelenszky elnök egyébként teljesen jogosan, tehát tegyük hozzá, hogy amit a Zelenszky elnök vezette, ukrán vezetés mond és csinál, az az ukrán honvédő háború szempontjából teljesen rendben van. Ezt nem szabad letagadni. Az egy dolog, hogy ők nem tudnak, vagy nem akarnak a hosszabb távú következményekkel foglalkozni. Tehát ebből a szempontból, amiről szó volt a NATO főtitkár, az új NATO főtitkár látogatásán, az pontosan ezt a fajta érdekütközést hozta felszínre, hogy a NATO ennél sokkal többet már nem tud tenni Ukrajnáért, anélkül, hogy ne kockáztatná, hogy ő maga is belesodorodik ebbe a háborúba. Ez viszont már a Biden kormányzatnak is deklarációja volt az elejétől kezdve, hogy ők nem akarnak közvetlen részesei lenni ennek a háborúnak. Ugye erről szóltak egyébként a sokat emlegetett orosz vörös vonalak, hogy mikortól tekinthető már konkrét részvevőnek a NATO. Mindenki szeretné elkerülni ezt a konfrontációt. Tehát az oroszok is, meg a NATO is szeretné elkerülni azt, hogy ez az összeütközés bekövetkezzen. A régi szép magyar mondás szerint az kiabál, akinek a háza ég fel, kiáltás, az Zelenszkijnek pedig kiabál, mert ég a háza. Tehát ezt a fajta folyamatot látjuk. Szerintem nem várható, hogy bár hiába szeretnék a lengyelek egyébként, hogy megmutassák az oroszoknak, hogy mennyire jó sikerült elsajátítani a NATO fegyveres eszközének a használatát, vagy fegyverének a használatát, ettől függetlenül nem fognak erre engedélyt kapni a NATO-tól. Tehát ez egy olyan vörös vonal egyértelműen, amit nem léphet át a NATO, mert onnantól kezdve nehéz azt mondani, hogy nem vált közvetlen részvevőjének a konfliktusnak. Innentől kezdve viszont az összes többi az már csak egy ilyen tusakodás a nyilvánosság előtt, hogy én elmondom még ötször, hogy ezt szeretném, ti meg elmondjátok ötször, hogy nem mondtok semmit. Tehát a Rammsteinben azért lehet meglepetés, de a világ béke és mondjuk a atomháború elkerülés érdekében remélem, hogy nem lesz erre példa. Somku Tibálinak köszönjük szépen. Most pedig akkor kapcsoljuk Duna Györgyöt Kárpátaljáról. Szervusz Gyuri, jó reggelt kívánunk. Sötéten látja Ukrajna jövőjét Oleksij Aresztovics, Zelenszky korábbi tanácsadója. Mit jelent ez pontosan? Mit vizionált a korábbi tanácsadó? Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ugye Oleksij Aresztovicsra talán még a nézők emlékeznek, a háború elején az egyik legközelebbi bizalmasa, szövetségese volt Volodymyr Zelenszky államfőnek, az elnöki hivatal tanácsadója. Az ukrán embereket a háború elején azzal nyugtatta, hogy senki ne pánikoljon, 2-3 hét múlva véget ér a háború. Aztán ugye látjuk, hogy mindez hova vezetett. És lassan, ahogy haladtunk előre az időben, egyre több kritikát engedett meg magának, ezért eltávolodott az elnöki hivataltól olyan szinten, hogy külföldre menekült gyakorlatilag, és hát onnan rendszeresen megszólal, és hát a véleménye azért is mérvadó, és azért is lehet fontos, mert mint említettem, Zelenszkijék szűk közvetlen környezetéből származik. Nos, Oleksij Aresztovics az egyik legfrissebb elemzésében a múlt héten arról beszélt, hogy szerinte elérkezett a béketárgyalások ideje, mert hogy rossz irányba halad Ukrajna, és amennyiben a jelenlegi politikát folytatja a vezetés, az a megsemmisülés, az öngyilkosság önmegsemmisüléshez vezethet, fogalmazott Zelenszky korábbi tanácsadója.
hozzáfűzve, hogy ő úgy érzékeli, hogy az elkövetkező 2-3 hónap meghatározó fontosságú lesz Ukrajna életében, nyilván az amerikai elnökválasztás időpontjával hozta ezt is összefüggésbe, és hát kitért arra is, hogy ugyan keveset beszélnek Ukrajnában róla, de hát 3-4 szakaszon a frontvonal is eléggé repedezni látszik, és nagyon nagy erőtartalékokat kell Ukrajnának mozgósítani, hogy meg tudja tartani a jelenlegi védvonalakat. És hozzátette ugye azt a nagyon fontos kérdést, hogy itt sokszor arról beszélnek Ukrajnában, hogy nem eléggé lelkesek az ukrán katonák, vagy elfáradtak. Ő ezt a demoralizációt azzal magyarázza, hogy nincsenek világos céljai a háborúnak, mert a Kijev által deklarált politikai cél az 1991-es határok visszaállítása, az Olekszij Aresztovics véleménye szerint egyszerűen megvalósíthatatlan, és ezt a katonák is érzékelik, hogy a hivatalos politikai cél a realitástól nagyon messze van, hiszen az oroszok fölénybe vannak lőszerben, haditechnikában, élőállományban is, és Ukrajna gyakorlatilag sokszor kiszolgáltatott helyzetben van a partnereinek, hogy mit és hogyan alakulnak. Ezért Aresztovics szerint, amíg nem késő, addig változtatni kellene a politikán, és még hozzáfűzte kritikai megjegyzésként, hogy a háború idején az Ukrajna előtt jelentkező súlyos problémákat nem tudta kezelni, mint például a politikai, mint például a demográfiai, az ideológiai, vagy éppen a gazdasági jellegű nehézségeket nem tudta Ukrajna rendbe tenni. Ezért amíg nem késő, addig a fékpedálra kellene lépni, összegzett Zelenszkij korábbi tanácsadója. És ha már a gazdasági helyzetnél tartunk, akkor érdemes arról is beszélni, hogy jelen pillanatban az, hogy hogyan alakul az ország háborús sorsa, a gazdasági helyzete, hogyan alakul ezzel párhuzamosan a menekült helyzet. És akkor itt nem csak arra gondolok, hogy mondjuk mennyien hagyták el Ukrajnát, hanem Ukrajnában a háborúnak köszönhetően milyen a belső migráció, és konkrétan mi a menekült helyzet jelenlegi állása Kárpátalján. Mik a legfrissebbek ezzel kapcsolatban? Igen, a menekült helyzet az szintén egy nagyon fontos téma, amiről olykor talán valóban kevesebbet beszélünk, pedig valóban így van, ahogy említetted, hát Kárpátalja is abszolút megtanult együtt élni a menekültekkel. Ugye ne felejtsük el, hogy a háború elején közel 400-500 ezeren érkeztek Kárpátaljára, ugye egy 1,2 millió lakosú régióról volt szó, és a menekültek fele ugyan menet közben visszatért, vagy éppen tovább utazott külföldre, de könnyű kiszámolni, hogy legalább 20%-kal így is emelkedett a megye lakosság száma, és itt elsősorban betelepültekről van szó. Akik már itt maradtak, nem tértek vissza, ők hosszú távra terveznek, nagyon sokan, akik megtehetik, ingatlant vásárolnak, az is megfigyelhető, hogy magyar lakta vidékeken sok ingatlan eladóvá vált, ott jellemzően belső menekültek vásárolnak ingatlanokat, és nyilván a megye egészére, társadalmi, kulturális, gazdasági közegére is mindez nagy változást jelent, hiszen több mint 400 vállalat is Kárpátaljára tette át a telephelyét, és hát ez is jelzi, hogy Kárpátaljának jól érzik magukat. Van egy anekdota is, amit a belső menekültek használnak Kárpátalja vonatkozásában, ők úgy fogalmaznak, hogy Kárpátalja tök jó hely, csak egy probléma van itt, hogy sok a helyi, és a helyiek olykor zavarják a menekülteket, de a viccet félretéve egyébként Kárpátalján ebből a menekült kérdésből súlyos problémák nincsenek. A helyiek a háború első pillanatától kezdve, a háború kitörésétől kezdve, amivel tudják, segítik azokat, akik rászorulóak. Sokszor az államtól vállalnak át feladatot, hiszen az az állami segély, amit a menekültekre költenek, amit a menekültek kapnak, az sokszor nagyon kevés ahhoz, hogy az ember fizikai létét talpon tudjon maradni, egyszerűen élelemre tudjon költeni, ráadásul egyre szűkülnek ezek az állami kifizetések, így a nemzetközi partnerek, vagy éppen Magyarország humanitárius segítségére is nagy szükség van a kárpátaljai menekültek ellátásában mind a mai napig, hiszen azért nem mindenki tud házat és lakást venni, amiről az imént beszélt. Sokan továbbra is szállásokon, önkormányzatok
által kialakított szálláshelyeken vannak. Újabban kevesebben érkeznek, de azért keleten a helyzet rosszabbodik, jönnek. Jellemzően gyermekes, kisgyermekes anyák és idősek jönnek. Férfiak nem is nagyon tudnak eljutni Kárpátaljában, mert közben annyi ellenőrző pont van, hogy megállítják és gyakorlatilag besorozzák őket. Illetve Kárpátalján ugye az egyik legszigorúbb a sorozás, a kényszersorozás, ezért ennek híre ment, és azért a hadköteles korú férfiaknak most annyira a Kárpátalja nem jó célpont, hiszen itt viszonylag nagy a szigorúság, a toborzás tekintetében. Ezek a dolgok is hatnak. Hát az áramhelyzet is hat, de hát az egész országosan ugye egyformán a helyzet. Itt Viktor Mikita kormányzó, aki ugye most már Kijevben az elnöki adminisztráció helyettes vezetője, sok mindent elért a közbiztonság tekintetében, nagyon fontos, hogy azt meg tudta őrizni, vagy a nemzetiségi béke egyensúlyát meg tudta tartani Kárpátalján, de olyan tekintetben Mikita is sok kritikát kapott, hogy áramhelyzet tekintetében nem tudta kilobbizni, hogy Kárpátaljának több kapacitás jusson, mert hogy a menekültek miatt is, ha itt van 200-300 ezer ember, ezért számolni kell, és az áramkapacitások elosztásában pedig ezt nem vették figyelembe, amikor az állami energetika vállalat leosztja a kvótákat. Tehát a menekültek most már Kárpátalja, Ungvára, megyeközpont és a többi nagyváros szerves részei, tartozékai, és hát sokan mondják, helyiek, tőzsgyökeres kárpátaljaiak, hogy a háború után Kárpátalja már soha nem lesz az a hely, mint a háború előtt volt. Dunda Györgynek köszönjük szépen, hogy itt volt ma velünk. Matteo Salvini egy rövid videóban bejelentette, hogy Orbán Viktor is ott volt a Bergamo közelében lévő Pontidában a Liga hagyományos éves összejövetelén. Ezzel folytatjuk, Szomráki Bélát fogjuk kapcsolni, tartsanak velünk.